könnyen jött együtt a családban ez a dolog, tehát soha nem volt senki ilyen megértett művés, de meg nem értett művés sem volt senki egyébként. Szóval annyira jó volt ez a zeneszeretet, meg az egész, ami körbeni, hogy sokkal nagyobb szórakozás, mint hogy azon gondolkodtunk volna, hogy ebből majd mi lesz egyszer, meg ebből ki, hogy fog megélni, de aztán mégis csak sikerült valahogy. Volt egy olyan korszak, amikor egy pengetőn volt nem tudom hány évig, ilyen gömb háromszög szerű, és be volt a belseje nyomva, és az volt rájövő, hogy United Artist. És küzdöttek egyszer, tehát annyira csak azzal tudtam pengetni, gondoltam én magamról, hogy egyszer belejtettem a fotelnak itt a résére otthon, és megőrültem. Egyszer szétszedtem a fotelt, tehát darabokra szedtem a fotelt, és nem lett meg a pengetni. Egyszerűen eltűnt, érted? Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Chance legújabb adása, és hát apa vs. fia egy családi adásra készült. Most megkapod. Pulius Tibor és Pulius Tibor a vendégei. Hogyan különböztesselek meg így, ha azt mondom, hogy Tibi vagy Tibikém, akkor... Engem Tibinek, őt meg Tibinek hívják. Jaj. De még nem mutatkoztunk be egymásnak. Szervusz, én vagyok az apám. Itt van az ideje. Ezt látom, hogy ez szokott így történni. Abszolút, így van. Menjünk akkor a metódus szerint. És hát Tibi megengedte, hogy tegezzem, úgyhogy nem tiszteletlenségből fogom tegezni, hanem már itt engedélyt kaptam rá. Húsok nincs közöttünk. Igen. Ez ne te jól tartod magad, én pedig már. De azt mondjuk is, hogy én hogy tartom magam. Szóval ez lesz a mai adásban, ugyanaz lesz, mint eddig volt, srácok, az elején itt készültem egy kis extra dologgal, utána a beszélgetés, megismeritek egymást, utána a végén pedig lesz egy apa vs. fia gitározás, gitárcserével, meg szancserével, meg mindennel, úgyhogy nagyon izgalmas lesz. Köszi szépen, hogyha megnézitek, köszi szépen, ha feliratkoztok, köszi szépen, ha támogatjátok a csatornámat, akár a Patreon oldalamon, vagy a Super Like gombbal, itt valahol a képernyő alján. Csapjunk bele? Csapjunk bele. Hát ahogy már itt említettem nektek, egy különleges családi adás révén készültem nektek egy kis kvízjátékkal, hogy mennyire ismeritek egymást. Veled kezdeném, Tibi. Pontozzuk nyilván, és akkor a nyertes az tapsot kap. Mikor alakult a Supernem zenekar? 2001-ben, vagy 2001-ben. Igen, ez az érdekes, mert mi se tudjuk. Tehát, hogy én is ott tudom, mert 2001-ben. Igen? Akkor már alakulgatott. 2001-ben már megvolt az ötlet, 2002-ben jött ki az első szám, úgyhogy tulajdonképpen elfogadjuk. Jó, oké. Hát akkor ez egy brutális taps. Igen. Tibi, ez neked jön a következő kérdés. Kivel készült a Beat Lexikon első interjúja? Hogyha nagyon nem megy, akkor tavaly karácsonykor volt. De nem szabad segíteni. Három alternatívát. Igen, az tök jó. Az akkor kell már az alternatív, mert csak fél pontot fog érni. Ja, készültél alternatívákat is? Ja, persze. Szegedi Péter, Nyitrai András, vagy Marsa József? Hát vagy a Marsa, vagy a Nyitrai volt, nem? Hát én most nem mondok semmit. A Marsa Józsi. Hát nem a Nyitrai volt. A Bagla volt az első. És követi apukát YouTube csatornájára. Egyébként nézzen, tehát annyit csinál, hogy ember nem győzi. Több mint 20 mag készlet. Minden majd utána. Erről úgy is beszélünk. Ez még a kvíz játék. Tehát akkor 1-0. Így van. Tibi, mi volt az első dal a Billboard listán, amikor megszületett Tibi? 77-ben? Az első dal, igen. És 77 május, bocsánat. Hú. Hát 77-ben én már nem követtem a Billboardot, úgyhogy ezt nem tudom. Három alternatívát akkor neked is jó fél pont ér, így hogy feltalálod. De azonosítom a... Stevie Wonder, Sir Duke, Hotel California Eagles, vagy Thelma Houston, a Don't Leave Me This Way. Szerintem a Wonder. Nem. Hotel California volt május. 77-es. Hát az, akkor az vezette. Én azt hittem, hogy régebbi. Azt nem tudom, lehet, hogy lehet a régebbi, de akkor az volt az első. Aha. De én azt a számot ismertem, mert régebb volt a szerintem. Lehet, hogy te írtad. Én is persze. Okay. Franz, ezt írták most az interneten. Oké, akkor eddig ugyanúgy egy fél. Igen, egy null, de most behozom. Tibi, mi volt Nuno Bettencourt első szóló lemeze az extrém feloszlása után? Skizofonik. Gyerekek! Honnan tudod? Egy. Azt azért tudom, és itt a következő abszolút ne segítsetek egymásnak. Tibi, hogyha egy hangszert választhatna Tibi, akkor mi lenne az?
Én nem tudom, én sem tudom, hogy gitár. Hogy melyik fajta gitár? Pontosan. Örökre. Örökre? Hát szerintem ismerem őt, örök lehet, hogy a Betancourt féle ennél. Nem. Apa. Melyiket választ? Apa! Az csak úgy vagy jó lesz egyszer a vitrínben, de hát melyikkel játszom mindig? Ja, hát a Les Paul. Nem, az játszom. Hát a Telecasterre. Ja, Telecasterre. Jó, de még a Les Paul is meg, úgyis nem akarsz a levelvállal. Jó van. Jó, okay, ez most nem tudom. Jó, hogy eljöttünk, hogy megismerjük. És hát fordítva pedig ugyanez a kérdés. Hogyha választhatna bármelyik hangszer közül a világon, a gitárok közül, akkor milyen? Mi lenne az államgitár? Hát szerintem, de most ez a meglévő hangszer? Nem. Hogy... Te tudod? Én tudom. Ja, figyelj már, de hogy... Beszéltünk is el, és akkor... Hogy zöld színű. Ez a legfontosabb. Van egy mániája, hogy zöld színű gitárt szeretne nagyon. Igen, azt is elfogadom, de van egy jobb. Nem tudom. A Joe Lennon-féle Rick and Baker. Gondoltam rá. És akartam mondani. Ez akkor egy nagyon dicsőséges döntetlen. Gratulálok ügyetőzöknek. Remélem, hogy mindig sok ilyen dolog a fényterül, amit nem tudtok egymástól. Kicsit megzavart a Telecaster. Most jön a műsornak az a része, amikor bemutatkoztok egymásnak, meg hát nyilván a nézőknek. Tibi szerintem így kezdte, mert neked volt olyan rész az életednek, amiről Tibi még nem biztos, hogy tudott. Nem tudhatok. Igen, tudhatod. Azóta elmondtam neked, de lehet, hogy... Hogy kezdődött neked ez az egész? Hogy kerültél kapcsolatba zenével? Mikor? Hát a zenével nagyon korán kerültem kapcsolatba, már hát olyan 6-7 évesen. Meghatározó dal volt nekem egyébként egy Kabos Gyula filmben egy betétdal, aminek az volt a refrénje, hogy Hello baby, ma este szabad, ha más dolga nincsen, hát velem marad. Ez annyira beakadt, hogy ezt én nagyon azóta is imádom azt. De várjál, ez a zene. Tudom, hogy nektek már ilyen több generációs zenész családotok van most, de hogy neked fölmenők között volt? Nincs. Mindjárt mondom, mert volt, akitől én tanultam gitározni, az a fölmenőm, illetve a nagybátyám. Ja, és akkor mondom tovább, hogy ez utána mindjárt jó pár évre, 65-66-ban a nagybátyám, illetve Szegeden volt ezen a zenekaruk. Akkor hány éves voltál te most? Én 54-es vagyok, tehát egy fejszámoló könnyen kiszámolhatjuk, 12 éves voltam, és a zenekaruk volt korán néven. De korall úgy írták, tehát két, nem a korál, és akkor én kiskölőként ott a kis szobában ültem a Sámlin, és hallgattam az ő próbájukat, és ez nagyon tetszett nekem, ott Shadbozokat, Sputniksot, Stonesokat már akkor játszottak. De akkor 6-tól 12 éves... is játszottak. 6-tól 12 éves korodig nem történt semmilyen zenei előrelépés. Tulajdonképpen egy évvel, tehát én 65-től 68-ig zongorázni tanultam, ott, ahol éltem, őt is a Alpáron. Alpári gyermek vagyok, ezt lehet majd viccelődni. és én 5-től 8-ig tanultam zongorázni, de igazából nem nagyon haladtam, mert ott is ezt a Kabos Gyula dalt kerestem állandóan, meg a Gőzsin, mert Gőzsin is nagyon tetszett nekem, a Kék Rapszódia volt egy olyan történet, hogy Fateronnak sok bakelitja volt, és amikor nem látta senki, hogy feltettem, és akkor beálltam a szoba közép, és akkor levezényeltem a Kék Rapszódiát, mert tudtam kívül, hogy melyik rész jön, és akkor azt nem szerettem csinálni. De akkor még nem gitároztam, csak zongoráztam, és akkor 66 karácsonyára szüleimtől kértem egy gitárt. Az én korosztályomnak az első gitárja ugyanaz volt, mert ez a szegedi ládagyár termék, az akusztikus, ilyen magasan voltak a húrok a fogolapt, úgyhogy minden hangi meg kell szenvedni. Leámlott, megkeményedett, stb. Ismerjük a sztorit, úgyhogy attól kezdett, 66 óta gitározom, és talán nem is volt olyan nap, hogy nem lett volna kezembe gitár. Talán egy-kettő talán volt, amikor... És akkor a nagybátyától kezdted el magát a hangszert? A nagybátyámtól az első akkordokat. Aha. Tehát ő tulajdonképpen szólókat nem nagyon tanított nekem. C-dur, A-mol, F-dur, G-dur, amivel le lehetett kísérni a Peppino di Capri-nak a Roberta című dalát. És hát szintén örökzöl. Igen, úgyhogy azt már tudtam, és akkor ez az jó. Meg tudtam mutatni, hogy már tudok egy dalt játszani. És akkor utána
jöttek, hát ugye az első hatások az a Shadows, meg a Beatles, meg ugye ezek voltak, azokat úgy hallgatgattam Szabad Európa, meg ilyen adókon. És akkor egy autodidakta módon? Teljesen. Aha. Aztán később azért szereztem már ilyen oktató kottákat is, ugye akkor még nem volt internet, és akkor kottákból ugye azért próbálgattam még dolgokat, meg ezeket úgy leszedegetni. És akkor később meg ugye jöttek a keményebb dolgok, ugye 66-ban már megjelent a Creamnek a Fresh Cream lemeze, és a Creamről is, tehát Creamet a nagybátyám mutatta meg nekem, hogy figyelj, van egy új zenekar, a Cream. Mondom, ez valami szovjet zenekar lehetnek, Cream. Biztos oroszok lehetnek, tudod? Mondom, milyen jó zenekar, de mi nekinek angolul? És utána tud egyszerre van, tehát a Cream. Igen. És akkor hát jött Hendrix, és utána a többi, ami törpül, stb. Addig jussunk el azért legalább így az életedben a 77-ig, ugye, konkretizáljuk, és akkor... Minden a fejed tetejére állt. Megszületett és kész, kaotika. De hogy alakult az elejépályafutásod utána? Na, utána én Kecskemétre kerültem 68-ba gimnázium, és akkor már csinálgattunk zenekarokat, több kecskeméti zenekarban benne voltam, és akkor ilyen keményebb dolgokat, amik akkor jöttek, azokat játszogattuk, és 72-ben lementem Kalocsára az Érsekkertbe érettségi után, elmentünk vendéglátózni egész nyáron, de hát a repertoár az ugyanez volt, hogy arra jöttek, tudod, tehát ilyen Jimi Hendrix-ek, stb. Ilyeneket játszottuk, és akkor ott ismerkedtem meg a feleségemmel, aki mai napig a feleségem, és 70-ben megnősültem, és utána a Tipcse meg 77-ben megszületett, tehát kb. Így jöttek az események. Isteni, jussunk el neked is valameddig. 77-ig. 77-ig. Megszülettél, mi az első lépés? Neked tényleg hogy indult? Mennyire volt ez egyértelmű, ez a dolog? Figyelj, az, hogy én zenére adom a fejem. Figyelj, az volt, hogy én tulajdonképpen tök későn kezdtem, mert nekem ugye van egy húgom is, meg egy öcsém, ők már rég zenéltek, tehát tulajdonképpen az volt, hogy ami nekem megmaradt a gyerekkoromból, hogy állandóan, tehát a zene az mindig szólt. A lemez. De nem volt ott, nem volt az, hogy mit tudom én, már 6-7 évesen alap a gitárját. Ez annyi volt, hogy Fater ugye minden lap játszott, és az a gitártok az ott volt, meg volt egy jellegzetes szaga, arra emlékszem, tudod. Ez a bárszag, mert én majd mondom, hogy hol dolgoztam utána, az meg később. És akkor ez így tetszett, de hogy annyira nem, talán egyszer ilyen 12 éves korom tájéken el mondtam, hogy akkor mutasd meg egy pár akkor, és a D-dúrt azt egyszerűen értelmeztetlennek találtam, tehát az úgy nem szeretik először. Igen. Mert az F-ben. Az F-ben, hát igen. Szóval tulajdonképpen, de akkor már a húgom, meg az öcsém, tehát szólt a zene a lakás, meg szerettem az egyet én is, de hogy vagy csak 15-16 éves koromban, amikor az AC/DC-nek a Razor's Edge lemez megjelent, akkor mondtam, na, hogy akkor voltunk tudod gimisek, és akkor a zenekar alapítások meg. És még mi úgy tanultunk meg zenén, hogy tulajdonképpen nem úgy alapítottunk zenekart, hogy tudtunk, hanem majd egyre jobb lett, tudod, meg ilyen. Így minden étel egyre jobb lett, csapkodtunk, mint halaszatyorba, de hogy tulajdonképpen nekem ez a 15 éves koromtól kezdődött a dolog, és akkor nagy szerencsét pont egy Gibson SG volt a lakásban, mint az Engelsznek mondom. Azt le is nyugodtál egyből, a próbákra. Igen, tehát minden cuccát elhordtam apunak otthonról, meg odaadta a szerencsét. És nem is kerültek vissza kívül. De. És akkor tulajdonképpen onnantól van az, hogy akkor apu... Tulajdonképpen nem volt olyan, hogy leültem nagyon úgy, hogy tanítsál gitározni, hanem hát, az volt, hogy mindig, hogy lusta voltam, tehát lefülelni a dalokat, az teljesen. Tehát le kellett szedni metalikákat. Mindig voltak kérdések. Metalikákat, Iron Maideneket szedegettünk, meg amit akkor játszottuk a Tranquilizer. Igen, aztán idővel persze rájöttem, hogy az azért az én fülemnek is jót tesz, hogy ezt nem a Faterra bízom állandóan, hogy ezeket lefülelje. És akkor meg közösen ilyenek voltak, hogy akkor a Metal Hammer magazinból lehetett már VHS oktatókazettákat rendelni, Pécsi, és akkor megrendeltünk egy csomó, küldtek Paul Gilbertek voltak, Greg Hall. Ezek megvannak, vagy 10. Nagyon sok, és akkor azt úgy együtt úgy nézegettük, hogy mi a fene történik ott. Próbáltuk rendszerbe szedni, tehát rendszerezni, hogy akkor ez most mi. Amikor most nagyon gyorsan elértünk neked a 15 éves korodig, de mindegy, még egyébként előtte, lenne. Előtte mit szeretnél volna lenni? Tulajdonképpen előtte én akármennyire is furcsa már ezt így rám nézve mondani, de én sportoltam sokat, tehát én 7 évig úsztam, meg 7 évig cselgáncsoztam, és nekem az a sport dolog volt, még így büszke is voltam rá, hogy majd én leszek a sportoló, de hát akkor rock'n'roll megfertőzi az embert, akkor nincs visszaút. Tehát előtte igazából csak zenehallgatásban
merült ki ez az egész dolog, tehát azokat az aktuális dalokat, amik akkor mentek, tehát az egész 80-as évekből, 70-es évekből föl vagyok készítve, mert mindig ezek szóltak. Úgyhogy, de hogy az, hogy én hangszeresen is közelítsek a zenéhez, ez csak a 15 éves koromban történt meg, szóval előtte csak néztem, hogy a többiek bazsaválnak. Bocsánat, kifejtett egy fontos dolgot, ja, hogy mondja. Ja, nem, abszolút. Hogy ő népi táncosnak is készült. Figyeljük, az... Egyik legkellemetlenebb, figyeljetek, mert... Figyelj, nem, hát a műfázba kellett járni, és akkor ott hagytuk, de volt egy ilyen bemutató előadás, és az teljesen botrányba fulladt, hogy... Tehát a Tibi pont akkor kellett föl táncolni, amikor nem kellett volna. Így mindig csinált ezt a nagyon gyors mozgásokat, szólódott, ilyen szóló népi táncosnak. Akkor kisgyerekek voltunk azon, csak így körbe-körbe, én kipattattam közép, és ez a ütögette. És akkor mondtani, hogy Tibike majd később, tudod? És ezt kb. 5-6-szor megismételődött, és akkor vége lett. Nem kellett. Majd utána már nem járt. Aha. Égtetek egy nagyot, és egy jó. Jó volt az mégis. Kár, hogy nem volt fölvételről. Igen, így utólag megszépült. Szóval igen. Azt akartam kérdezni, hogy ugye a két testvér is már akkor zenélt, ahogy azt itt megtudtuk, igen. De hogy te örültél, amikor a harmadik testvér elkezdett zenélni, és főleg a gitározni kell. Hát persze, mert ugye a két másik gyermek ő elég hamar kezdik, tehát ők másodikos koruk óta általános, tehát ő zenei iskolába is jártak. Bocsánat, most nem akarom de hogy rájuk volt hatásotok, hogy ők ilyen pályára? Szerintem volt. De nem ilyen direkt. Hogy... Nem, hogy akkor most föltéltem neked, akkor zenét kell tanulni, nem hogy kedvet kaptak. Nem, tehát nem volt nyomás. A lányom az ugye ő fuvolista, fuvola művésznő, meg fuvola tanár, és hát ő a fuvolára összpontosított, és akkor a Tomi meg ugye a zongora mellett, illetve, hogy is volt? Ő szaxis akart lenni, először szaxofonos. Az olyan milyen ciki, és akkor szaxofonos akkor lett. Aztán végül nem az lett, hál' Istennek, és akkor ő is másodikos kora óta egész érettségig zongorázott, utána meg ugye felvették a konziba, és akkor ott énekszakra, és hát a zongora az megmaradt a zongora. Úgyhogy, és én örültem, hogy végre valaki gitározik még rajtam kívül a család, mert a feleségem nem akart, le tudja játszani egyébként a Chicago-nak a 25 or 64-nak az elejét, azt már tudja, ez 5 hang, de egyébként nem. És akkor végül is a Tipcsi. Láttam, hogy komolyan veszélyem, mert volt olyan időszak, hogy több órát is gyakorolt, főleg amikor a Betancourt dolog az bejutott, meg aztán Paul Gilbert. Hát az mikor volt hatások. Egyébként? Ez később, mint a 90-es évek eleje. Hát az volt, hogy viszonylag ott tényleg az volt, hogy 15 évesen a Fater hobbiján adtuk a tanikákat. És most ez nem ilyen nem fényezés, vagy ilyesmi, csak hogy mennyit változik az ember stílus, és 3 év múlva meg már jazz rockot erőltettünk a verokkal, és akkor nekem a punk, majd visszatérünk, a punk zene az mindenek után jött már, amíg emberre kezdtünk, és akkor ott akkor nagyon, tehát akkor tényleg hazamentem, hogy 6-7 órákat gyakoroltam naponta is, tehát akkor tényleg, tulajdonképpen 3 év után sokkal technikásabban gitáztam, mint most mondjuk. Tehát de most már meg másra. Mennyit ad hozzá az, most mind a kettőtök szemszögéből kíváncsi vagyok, az, hogy neked a gitározásodat mennyiben változtatta meg, hogy apukád gitáros, illetve te mit gondolsz, hogy milyen hatással voltál az ő gitározására, akár a zenei fejlődésére, vagy hogy tudtál neki segíteni, hogy ezt most ne, vagy akartál szándékosan neki olyan zenéket mutatni, hogy fejlődjön, vagy hogy nyisson, vagy nem. Ilyen is volt egyébként, hogyha én találtam valami olyat, ami nekem tetszik, akkor szálltában ő nekem megmutattam, tehát ezeket mutogatom. Meg a jazzrockos, meg fordítva is, tehát ez úgy vicca verza, meg ugye amikor neki volt ez a jazzrockos korszak, akkor sok olyasmi zenét hallgattunk, meg utána később nekem is volt egy ilyen korszakom, mert én előtte nem járt. Ő hamarabb játszott jazzrockot, mint én egyébként. Az a zenekar nem volt rossz egyébként. De hogy ez tök jó volt, mert ezeket egy csomó mindent, meg az aputól hallottam, tehát ezek a Chicagók, a Stevie Wonderök, akkor akár a Beatles dolog, a Hendrix is dolog, ezek mind innen jöttek, aha. Amiket igazából
igazából később értettem meg, mert amikor fiatal az emberek az aktuális dolgokat, tehát Guns N' Roses, Metallica, buzulás volt teljesen, és aztán utána megértette velem ezeket a dolgokat. Nem úgy, hogy most pedig leülsz, aztán meghallgatod addig, amit onnan nem tetszik. Nem kezd, nem lesz még nem hallgat, és rázárom az ajtót. Igen. De szerintem én meg neked ezeket a modernebb dolgok meg, akkor az meg úgy jöttek, nem? Hogy ez a... Már melyikek? A Nunók, meg a Paul Gilbert, ja, meg ilyenek. Igen, az nem is tudom, az mert talán te mutattad meg nekem az extrémet. Ja. Valami ilyesmi. Hát, nem tudom, szerintem így de lehet. Hogy azért, így de hogy nagyon arra, hasonló hogy... egyébként a gondolkodásunk a gitárról. Szerintem nagy. Most így kell fogni azt. Most eljutottunk a 90-es évek elejéig, akkor nagyjából innen menjünk tovább, de egyébként kíváncsi vagyok, hogy te addig mit csináltál, amíg a Tibi eljutott a 90-es évek. Hát az egy hosszú korszaka volt az életemnek, mert én földön képet, és az még mindig tart egyébként. Egyfolytában, tehát ez ilyen. Hogy én mit csináltam. Én üzemmérnök a szakmám, végül is én főiskolát végeztem, de 5 évig dolgoztam a szakmám, illetve tulajdonképpen nem nagyon dolgoztam, mert akkor mindenkit felvettek, és akkor jött ki a Rubikhoz, és akkor napi 8 órában mindenki a műszaki osztályon azt próbálta kirakni. Tehát ennyi volt a munka. Tehát nagyon jó korszak volt az életemben. És akkor jött egy olyan lehetőség, hogy hát én, ja, addig azt nem mondtam, hogy egy csomó zenekarban már azért játszottam, kecskeméti bandákban, hogy említettem, úgyhogy mentünk ilyen vidéki kultúrházakba, ahol éjfélkor mindig volt egy kis verekedés, az úgy vártuk, hogy most megtörténik, és akkor vége, akkor folytatjuk. Na, szóval ilyenek voltak, és 80-ban volt egy olyan lehetőség, hogy a kecskeméti aranyhomok szállodának a bárjába lehetett. Ez egy nagyon híres szálloda volt, igen. Vagy van is, nem? Tudom, és akkor még volt már. Pestről mindenhol jártak, igen, le az egyik. És lehetett a zenekar bővíteni, mert trió játszott, és akkor gondoltok egy ilyet, hogy akkor 4 fő legyen, és akkor ismertem az érzéket, és nekem szóltak, hogy kéne egy gitáros, de ez egy napi 6 alkalom, éjjel 10-4. Bocsánat, heti. Ja, heti, ezt majd várj ki. Tehát nem napi, heti. Heti 6 alkalom, este 10-4. És akkor ezt úgy elkezdtem úgy is, már mondom, nem tartott olyan sokáig, és ezt 93-ig csináltam. És minden nap, minden héten, mondom, heti 6 nap, egy szünnappal, évente elmentünk egy hétre szabadság, és utána megint vissza, ez 15 éven keresztül ez így ment. Hány éven keresztül? 13, tehát 80-tól 93-ig. De egy dolog miatt jó, tehát hatalmas rutinra lehet szert tenni, mert ugye nem azt a régi vendéglátós, tehát abban az időben már nem volt az a régi vendéglátós repertoár, hanem a közönség elvált, hogy napra kész slágerműsort játszhatunk, vagy játszunk, de csináltunk ilyen keményebb dolgokat is, tehát még ami oda belefér, tehát az mindenképpen jó volt, úgyhogy ott voltam 13 éven keresztül. És már 93-at írunk, akkor már te neked meg volt a Tranquilizer, nevű zenekar. Milyen ja, te ezt nem tudod, de Tranquilizer, egy nyugtató című zenekar. Hát ez is. Oké, menjünk tovább akkor a te 90-es éveddel, hogy te hogy élted meg. Volt ez a, igen, akkor volt ez az első zenekarunk, a Tranquilizer. Az volt a baj, hogy egyébként pont akkor már elkezdtünk kocsmázni, és akkor lett vége ennek a... Bármis nem jártunk be oda titeket idegesíteni, mert de a végén egyszer készebe jöttetek már az utolsó évbe. Az élet vége. Igen. Volt rájuk voltak, és ki is tudtak. Szóval akkor jött egy ilyen kis, összeálltunk az első ilyen gimis zenekar, ez volt a Tranquilizer nevű zenekar, akivel feldolgozásokat, illetve saját számokat is játszottunk, de hogy az eklektikusságát kiemeljem a zenekarnak, ilyen saját számok voltak. Tehát, hogy volt egy trash, volt egy blues, és volt egy rock and roll. Tehát volt egy hörtős, egy ilyen táncolós, volt a balladát is írtunk. De ez is tök jó volt, tudod, hogy az ember így rájöjjön, hogy most értékelhesse azokat, hogy milyen cuccokon játszik, mert hát figyelj, ott francia kulccsal hangoltuk a basszusgitárt, mert nem volt már hangoló, micsoda, pol, meg ilyen kibelezett erősítőket kötöttünk úgy át, hogyha kitekeltük, akkor az torzított, tudod, meg ilyen tényleg teljesen nulláról kezdtük. És akkor ez ment 1-2 évig, és akkor utána meg már
utána már úgy jöttek ezek, akkor játszottunk olyat, mint itt már Pesten játszották a Trampszéktől, a Retard Chiliket, a Embertelen dalt, a World Up Otagántól, a Living Colors-öket, meg ilyesmi, azt mi is játszottuk. Ez is ilyen kis szájpróbálgatás, de az már rendesen jó szólt ez a zenekar, és akkor utána meg jött ez a Ki mit tud, az utolsó 96-os Ki mit tud, ahova mi bekerültünk ott a tévés elődöntőbe, közindöntőbe is. Ez a Tranquilizer? Nem, ez már a Free Hand Art Factory volt. Jó, Free Hand Art Factory. Free Hand Art Factory. Ez 6 vagy 7 zenekar volt? Ez volt? Jó, az egy jó kis zenekar volt, ott meg belecsúsztunk ebbe kicsit ebbe a jazzes dolgba, abból pont amennyi úgy megtetszett, azt úgy kivettem magamnak, de rájöttem, hogy én nem leszek kimondottan jazzgitáros, mert sokkal inkább a rockos, blúzos dolgok érdekelnek. Úgyhogy ez volt a 90-es évek körülbelül, meg akkor én jártam főiskolára, angol műveltségterületre, azt elvégeztem, és utána pedig 99-ben meg Kőbányára jelentkeztem. Oh. Kőbányára mindjárt visszatérünk még, mert kíváncsi vagyok. Neked az Aranyhomok után hogy alakult a pályafutás? Igen, az Aranyhomok után még egy pár évig elszegültünk egy másik ilyen vendéglátóhelyre, de az már nem mindennapos volt, és akkor én akkor elkezdtem gitárt tanítani, olyan 92-től. Ez már Kecskeméten. Igen, ez mind Kecskeméten játszódik, és akkor hát a mai napig ezt csinálom. Közben voltak különféle zenekarok, volt ez a Magikó nevű, a Magi Krisztián nevű jazzzongoristának a saját dalait játszogattuk, ez volt egy jó pár évig, és utána megint nem volt zenek, utána ja, lett egy ilyen Tibi Hét Santana nevezetű zene, ezt nekem mondom, hogy egy Tibi Gyűrűli Santana. Azt láttam a felvételt a YouTube-on. Igen, na. Mert volt az a Johnny Hill Jazz nevű zenek. A bassgitáros úrnak az ötlete volt, hogy tudni én úgy voltam ismert Kecskeméten, hogy nagyon jól játszom a Santana dalokat, mert Santanás voltam egy időszakban. És akkor most arra utalom, hogy most nem Santanát játszik a Tibi, hanem egész más játszik, és egy volt a Tibiért Santana. Az is ment egy pár évig, és jelen pillanatban, hogyha erre kíváncsi vagy, most két zenekarban vagyok, mind a kettő tribut. Zenekar egyik egy Totó tribut, az a nevünk, hogy Hold the Line Totó tribut, bent ilyen kis rövid nevünk van, úgyhogy elég ritkán játszunk, mert szerintem idén még nem játszottunk, tovább talán egyet játszottunk, de most fogunk lehet ilyen bármit. Most fogunk játszani novemberben a Dürerkertben, ez ilyen tribut zenekarok találkozója, és akkor ott föllépünk ezzel a Hold the Line Totó tribut zenekarral, gyertek el, nézzétek meg. Mindenféleképpen. Meg, és van egy új dolog, az meg itt a legújabb, az idei. Én nagyon szeretem Pettenit. Igen. Tehát az egyik kedvenc gitárosom, és akkor hogy milyen jó lenne játszani egy-két Pettenit dalt, és akkor csináltam egy Pat Metheny zenekart, amiben benne van a három gyermek is, és kecskeméti zenészekkel, helyek közel kecskeméti zenészek vannak benne, és volt egy jó kis koncertünk, most nyáron az első koncert. Ennek meg az a neve, hogy Travels Group. Travels, hát a könyvlevezze utalva. A tipcsit is meg tudtam győzni, hogy egy nótába. Még aznap is le akartam mondani. Egy hétig akarta lemondani, aztán végül tök jó játszik, meg lehet nézni, van ki videó. Pont az volt, hogy egyébként nagyon kemény hetem is volt, és tudod, hogy ez a... Hát ez a harmónia követő improvizáció, az le kell ülni, igen, és akkor tudod, de hogy valahogy kigurult, nem hagytad, hogy... Teljesen jó. De és nagyon, mert Faterék ezt nagyon összerakták, tehát hogy tényleg úgy van meghangszerelve, hogy annyi, van, hogy 6 szintetizátor, 40 csöngő, 32 sávon vettük fel, négy kamerával, úgyhogy jókat lehet keverni. És az a cél, mert közben a kislányommal tettünk fel ilyen sajátokat is, kicsit ilyen fúziós, nem jazzok, hanem abban talán van egy kis komoly zene is, mert ugye a lányom az így is onnan jött, de nagyon szereti, és meg játszom, hogy szereti a könnyű zenét, meg a ilyen jazzes dolgokat. És akkor az a terv, hogy ezt a zenekar majd idővel kibővíteni egy-két saját
tehát a repertoár egy-két saját dallal. De nagy. És ezek a tervek, aztán majd meglátjuk, hogy mi az. Hát jó, gyorsan összefoglaltad itt. Ennyi az életem. De még majd fontos korszak, ugye hát a másik családi zenekarról majd beszéljük. Mindenféle gyermény, hát az, persze, oda tényleg, fogunk jönni, mert még az vissza kell utalni. A YouTube-os életedről mindenről beszéljünk, de akkor neked utána akkor Kőbányától haladjunk egy picikét. Igen, Kőbánya volt, akkor már elvégeztem a másik főiskolát, és akkor Kőbányára följöttem, de csak egy évet voltam itt, mert közben az volt, hogy... Turnóra lehetett. Nem volt az. Hanem képzeld, akkor szerencsére pont az volt, hogy elkezdtek hívogatni, bekültem egy olyan zenekarban, ami sokat játszott, a Veracruz nevű zenekar egyébként, na, menő, mondják, rendezvényzenekar volt ez is. Ott borzatott szintén rutin, tehát tényleg a Tom Jones, meg az AC/DC után jött a Tina Turner, utána mindenféle játszottunk. És akkor utána meg már ott kettő, ja igen, akkor utána meg az Up zenekar is volt már. Igen, ott találkoztam kettő, ez összefolynak, de szerintem ilyen 99-2000 ez is, hogy akkor találkoztunk Kecskeméten stúdió munka alkalmával az Újvári Petivel, meg a Papszabi is nem volt, meg ilyesmi, és pont nem volt gitárosuk, én meg ott lebzsáltam a stúdió környékén, beegérkedtem magam a csapatba. Mindig mondom, hogy én voltam az a patkány, aki fölfele mászott a süllyedőhajóra. Tehát ez volt, az a korszakom volt a zenekar, tehát ott megismertem a Szabikáikat, és akkor itt másik stúdió munka alkalmával emlékeztem. Ja, meg ott koncerteztünk egy csomót, és akkor és annak vége lett 2001 környékén, vagy 2000-ben, és a 2001-ben találkoztam a Szabival, és akkor bevodkáztunk valahogy, és akkor mondta, hogy van egy ötlet. Miért nem vagyok meglepve? Egyből fel is vettük, és akkor szóltunk a Mozsi Kiminek is, aki az Abba volt, és akkor ott, tehát tulajdonképpen a Kőbányára visszatérve azért hagytam ott, mert már nem nagyon tudtam bejelni, gondoltam, inkább akkor az élet tanítson. Hát működött. És akkor itt 2002 körül meg megindult a Szupernem zenekar, és akkor velük meg tulajdonképpen 22 év, vagy 20 évet azért letoltunk. Emlékeztek-e most ilyen családi nosztalgiázós dolgok, hogy volt-e valami olyan jelentősítés, ami nektek így megmaradt dolog, hogy mit tudom én, a Tibi azt mondta, hogy figyelj apa, ez nagyon szar, vagy te azt mondtad Tibinek, hogy figyelj Tibi, ez jó lenne még gyakorolni. Mertem volna ilyet mondani. Ne, szerintem nem nagyon volt. De egyébként őszintén szokott lenni a fater általában. Én inkább a hangzásban, hogyha nem hallom jól a szólógitárt, akkor szoktam szólni, hogy annak még jobban kéne szólni, de ez a szólógitár az a szó. Nem a szólógitár, az szóljon legalább olyan szinten, mint az ének. Igen. Ez néha úgy... De ez csak ilyen technikai, de egyébként tehát te nem szakmai, nem szakmailag... Meghallgat egy szuper lemezt, és azt mondtad, hogy ezt a betyár minden, de olyan gitározol a kis figyelme, hogy mit tudom. Igen, ez a szar. Nem, hát sőt, inkább tetszettek nekem, mert tényleg ez nagyon jó kis bandagos van, és már múlt időben kell róla beszélni, de az egyik leghitelesebb magyar rockzenekar. Hát én is azt gondolom, hogy... És nem vagyok elfogult. Na, abszolút, igen. Puszilag Szabikám. És fordítva, hogy te volt olyan, hogy mit tudom én, apukád azt mondta, hogy na ezt így csináld, és te dacból csak azért se úgy csináltad, és akkor mit tudom én... Igen, vannak ilyen, tehát hogy mondjuk én tehát Fater néha mondta, hogy figyelj, gitárszólók legyenek, és én meg mondtam, hogy figyelj, Fater, ez egy kicsit más zene, ez nem annyira stílus a dolognak, meg hogy stílushűnek kell lenni bizonyos tehát kevés gitárszólók voltak a lemezen, hát, viszont a koncerten annál több. Kicsit régebbi módján fogja régi föl ezeket a dalszerkezeteket, meg ilyesmit, de tulajdonképpen, ha már ott van valami, akkor azt tetszik neki, csak ők. Meg hát ez, amikor közös zenélések is voltak. Igen. Fater az jó zenélni, mert egyébként, tehát ő leszedi, ő tudja, hogy melyik rész jön. Tehát a részeket tudom általában. Tehát mondjuk, hogy egyszer, Fater úgyis leszette, és nézze a kezét. Egyszer játszottam egyébként a Supernemmel, képzeld el. Te kétszer is játszottam, volt egy ilyen Beatles-est, sőt több is volt a White Albumnak a 40 éves évfordulója, meg a John Lennonnak a halálának, nem tudom, hanyadik évfordulója. És akkor minden zenekar hívott vendéget, és akkor úgy arra gondoltak, hogy én legyek a vendég, ugye mégis aki a Beatles-eket ugye ismerem rég, és akkor két dalt csináltunk, és akkor is általában én mentettem meg azért, mert nagyon be voltak a cseszve, hogy mi volt? Ez majd jó volt,
Figyelj, te sem panaszkodhattál, csak ugye a rutin meg az élet. Figyelj, úgy mentünk fel a színpadra, zseniális volt, hogy megvan még hanganyagon. Hanganyag, sajnos a videóanyag az eltűnt, pedig azt úgy megnézni. És hát tehát tényleg a Fater nagyon jóban van a Szabiakkal, tehát nagyon sokszor. Tehát volt, hogy nem nálam aludt, hanem a Szabinál. Tehát följött bulizni, és mi maradtak bulizni, és akkor... Amikor a Majmos lemez készült, akkor úgy tárgyalgattuk, hogy Szabiakkal ez rohadt jó ezen a út. Akkor mutogattam el nekem a Szabi ott még a demókat. Igen. És akkor ott igen, akkor ott aludtam a Szabinál. Igen, és akkor ő mutatta be így a Fatert, mert az elején kérdezett, hogy milyen Tibi, és akkor a Faternak van egy ilyen elhíresült neve a társaságban, hogy idősebb Pulius Tibor Junior. Ezt a Szabi, ezt a hülye Szabi talált, hogy és akkor benne van minden. Ott is így mutatott be az A38-ról szól egyébként. Oké. Csapongunk egy kicsit, bocsánat. Nem, imádom közben, de akkor beszéljünk neked így a YouTube életedről, mert az utóbbi időszakban azért eléggé belevetetted magad a videózgatásba, hála Istennek. Figyelj csak, onnan jött ez az egész, hogy van ez a Zenevilág nevű dolog, és ennek van egy vezetője, aki csinált velem ebben a Zenevilágban egy ilyen képes riportot annó. Tudott, aki nem tudom a nevét, az a neve, hogy Zenevilág. És akkor beszélgettünk vele, és mondta, hogyha esetleg van valami olyan dal, ami vagy szólom esetleg azt videóban, akkor tegyen fel, és rájöttem, hogy nekem egyetlen egy sincsen, és akkor csak kéne csinálni, és ezelőtt azt hiszem 9 éve tettem fel az első, vagy 10 év az első videómat, ez egy ilyen country. Igen. Azért válaszoltam ezt, mert soha életemben nem játszottam country-t, és ez olyan nehéz. És akkor ezt ki lehet gyakorolni, tudod? És akkor utána megtettem még föl többet is, ilyen saját témát is, meg ugye a lányommal ezt a két dalt, azt is csinálgattuk, és akkor jött ez a, gondolom a Beatlex szép volna is utaz. Abszolút, igen. Hogy van egy olyan sorozatom a YouTube-on, hogy Beat Lexikon, és ez kecskeméti zenészeket mutat be, akik ezt az egész műfajt, ezt a beat zenélést elkezdték a 60-as évek vagy 50-es évek végén. És ezeket kerestem föl, akiket még ugye megtaláltam, mert sajnos ugye már egy jó páron nincsenek közöttünk. És akkor úgy elkezdtem ezt tavaly, karácsonykor, és akkor most már azt hiszem a 21-dik jön ki, majd talán a héten. És hogy elmondják a zenei pályafutásukat, csomó fotóval esetleg, hogy van a fölvétel, esetleg videó, és akkor úgy elmondják, hogy miért kezdték el, hogy kezdték el, merre jártak a világba. Úgyhogy ilyenekről van szó. Mit akartam még ezeket, pedig egy fontos lehet, hogy ezt megkívánom. A vicces dolog az az, hogyha Pulius Tibort beírjátok a YouTube-ba, akkor nem a ifjabbi junior találjátok meg, hanem a... Neki nincsen YouTube csatornája. Ja, közben lehet YouTube csatornája. De nem csináltam vele semmit. Igen. Végül is ott van, megvan, de nem. De kéne ezzel foglalkozni a tartalomgyártásiket, egy tök hasznos dolog, meg jó dolog, majd tanulok tőletek, mert kéne csinálni. És akkor ezek mennek, amit akartam ezzel, de majd eszembe jut, akkor később ezt majd vág ki. Úgyhogy ezeket csinálom, most még olyan van, azt is tervezem, ugye, mert ez beat lexikon. Igen, de van egy csomó olyan régi zenész, aki még a beat korszak előtt zenél, kezdett zenélni, és ők még élnek, úgyhogy van 4-5 ilyen ember, akivel szeretnék még ilyet csinálni, azt majd kicsit átgarjálom a nevet, hogy mindenféleképpen, nagyon. Prebit. Öreg beat, vagy öreg beat. Akkor hát mindenféleképpen beszéljük a családi zenekarról, mert hát az, ha nem is kuriózum, mert azért van még Magyarországon vannak ilyen család, de... Hát ezt a Peti találta ki. Az úgy volt, nekem volt sógorom a Papes Peti, basszusgitáros, és... tulajdonképpen így az ilyen családi bulik alkalmával, meg zenehallgatások alkalmával, ugye az öcsém is ott lebzselt, meg az apu, meg a Peti, tehát ez egy elég erős kombó volt. Mi tagadás? És akkor eleve tök jó lenne együtt zenélgetni is, meg milyen jó lenne, hogy tulajdonképpen hivatalosan vagyunk távol szórakozással, hát, címszóval. Igen, fel kell, megint buli van Pestre, ott kell aludnom, mert nem, ilyen, mert nincs, majd nem jövök vissza. Nem tudok hiszenni. És akkor ezt így meg, volt veled a Dobos Gabi, tehát a kollégám cimborán volt a Dobos, és akkor még a húgom is
bejött pár számba fuvolázgatni, és akkor így voltunk, és akkor ott volt egy, ez a klasszikus, ez a 2010-es évek. De mi szinte csak a fészekben játszottunk, de a fészek zenekar voltunk, tehát kétszer nem. A klasszik régi fészek volt, tehát iszonyat jó kis bulik voltak, mindig teli volt, és akkor hát ez is lehetett volna komolyabban foglalkozni, de hát ez mindig jó, ha nem a zeneszész foglalkozik a saját dolgát. Te kellett volna egy ember, aki ezzel viszi tovább, azóta is minden évben hívogatnak, hogy itt játszunk, de hát figyelj, ezeket újra megtanulni. Meg hát nehéz már összehozni azt a zenekart kicsit. Nem, de úgyhogy a saját dalok most készüljenek otthon, aztán... Igen, úgyhogy ez... Az a lényeg. Most úgy átmentünk, meg egyszer voltunk az Orfű Fesztiválon is, de az már a szűk családi zenekar volt, ott a Gabi nem volt, tehát ilyen kamarazenélés volt, mert nem volt ütős, sőt nem volt basszusgitár sem. Tudom, hogy osztatlan a basszus? Nem, igen. Nem, meg a zongora, két gitár, meg a lányom. Yeah. A lányom, két gitár, meg a zongora, így. Igen. És akkor úgy játszottunk egy órát ott a Morfű Fesztiválon. Tibi, neked már tudjuk a jelenedet, meg a terveidet, viszont hát neked ugye most véget ért egy, vagyis hát egy ideig biztos véget ért egy korszak, ugye a Szupernem zenekar. Igen, hát a Szupernem, igen, tulajdonképpen az egész, hát tulajdonképpen az életem legaktívabb, szerintem már a legaktívabb éveim voltak, tehát ez a 25-46-ig ez a... Ez egy nagyon jó kis időszak volt, és mi aztán mindent megcsináltuk, amit meg lehet. Ezt mind a szórakozásra is értem, meg egyébként, amit energiát is beletettünk, meg mindenhol játszottunk egymilliószor. És akkor most volt az egy kicsit, hogy már úgy nem volt akkora lendület, mert mindenkinek csomó más dolga. Hát, amíg 25-30 éves vagy, tudod, akkor tulajdonképpen minden energiádat beleteszed ebbe a dolgba, de amikor van a családod, meg stb. Egyéb dolgaid, akkor egy kicsit elkezd fárasztó lenni, mert nálunk, tehát a koncert az nem úgy néz ki, hogy ugye másfél órás melóról van szó, hanem elindulsz délben, másnap reggel hazaérsz, az előző napod is kész, a másik is, amúgy van 3-1 héten, akkor mondjuk nem sok minden lemarad időt. Úgyhogy egy kicsit most azt találtuk ki, hogy amíg még ez tök jó működik, meg ilyesmi, meg nem a rockzenének is van egy ilyen furcsa megítélése a mai világban, szerintem most egészen más zenék mennek, megint átalakult a koncertre járó emberek, 16-17 évesek járnak megint. Úgyhogy pár évre elengedjük össze, mindenki a más dolgával fog foglalkozni, aztán meglátjuk. Hát erre lettem volna kíváncsi elsősorban, hogy mi lesz a te dolgod, hogy van-e bármi, amit el tudsz árulni, hogy miket csinálgatsz most, hogy mik a tervek. Amire én most rájöttem, tehát ugye hát a tanítás az fix az életemben, az van otthon egy ilyen kis házi stúdióm, ahol egyébként szoktam segíteni embereknek hangszerelni, kicsit nevezük producerkedésnek, de nem vagyok befejező ember, nem keverek, nem maszterelek, inkább csak szandozgatunk, esetleg tényleg szerkezeteket találunk ki. Ezen kívül nekem van a Mirával egy projektem, a Mira Monokával, nagyon sok dalt írtunk, most vannak koncertek, akkor a kicsit ráfekszünk a Húristen projektre, a Mohai Tomival, a Lukács Petával, a Nagy Ádival. Az is most voltak fotózások. Most mindenkinek javaslom, aki nem tudja, hogy mi az a Húristen. Bizony. Az egy jó pofa dolog lesz, meg az van, hogy most az ide, ami felszabadul ezzel, most tényleg az van, hogy egy kicsit herre vagyok mindig a saját dalaimmal foglalkozni, tudod? És most az a tátok, hogy tényleg, és leülök és összerakok egy olyan pár dalt, ami úgy engem kifejez. Az, hogy ez most vokális zene lesz-e, vagy instrumentális, még nem tudom. Igazából úgy ülök le, hogy ami kijön, az lesz belőle. Nagyon sok ötlet van a gépen. És lehet, hogy lesz szóló. Hát figyelj, szólemez, ami tulajdonképpen ezek a lemezek arra jók, hogy a nagymamát föltegye a polcra, tudod azt a cd-t. És leve is mutogassa. Szerintem igazából ezeknek a mindig a folyamata, ami nagyon jó tud lenni. Tehát a kreatív folyamatok azok, amik az embert élesen tartják, meg tud újulni benne. Úgyhogy igazából az, hogy mi lesz ennek a sorsa, azt még nem tudom, de az biztos, hogy most egy kicsit a dalszerzés felé fogok fordulni. Meg ezen kívül nekem, elmutatom, lett egy vállalkozásom is, ahol nagyon jó minőségű hangszereket forgalmazok, használt hangszereket, ez a Guitars for Cat, és ezzel is a jó sok melónám, tudod, beszerezd olyan hangszereket, jó legyen beállítva, reklámozd, videókat kéne föltenni, soha mindennel kell. A marketing része még most jön, úgyhogy lesz mit csinálom. Oké. Isteni, még engem érdekel egy picit ez a családias része az egésznek, hogy
Mert ugye nagyon sokan az csak zenész ne legyen a gyerek, meg hogy nem tudom, hogy kell egy diploma, és akkor utána az, hát nálam is ez volt kb. De hogy te így most már így, hogy látod, hogy sikeres férfi ember lett a gyermekeidből, neked egy hölgy is. Na, végül is ja. Végül is ja. Divete is, mint zenész, így nem, máshogy látod az egészet, de nem is tudom pontosan, mit akarok kérdezni, hogy alakul, tehát hogy én ugye máshogy láttam ezt az egészet, mert nekem a szüleim nem zenéltek. Tehát miért nem bántam meg, hogy engedtem efelé? Nem bántam meg. Nem. Aha. Nem. Teljesen jó. Én örülök neki, hogy zenészett a tipcsiből. Úgyhogy aztán még, hogyha ez nem megy, még mindig vissza lehet tanítani. Igen, azt mondanám. Nem. Ja. Szóval, hogy, ja, ez így jól lakott, szóval nagyon könnyen jött egyiket a családba ez a dolog, tehát soha nem volt senki ilyen megértett művés, de meg nem értett művés sem volt senki egyébként. Szóval annyira jó volt ez a zene szeretet, meg az egész, ami körbeengedi, hogy sokkal nagyobb szórakozás, mint hogy azon gondolkoztunk volna, hogy ebből majd mi lesz egyszer, meg ebből ki, hogy fog megélni, de aztán mégis csak sikerült valahogy. Uh-huh. Hát jó. Szerencsések vagytok ilyen szempontból, nagyon úgy. Ja, és bocsánat, te elkezdted mondani, hogy a merete szüleid, amit én szüleim, belevágtam. Hát nyilván nekik sok, de nem rólam szól ez a műsor, de nekik azért máshogy volt ez a zenélés dolog a fejükben, mint szerintem neked zenészként, és hát így. Na de neked is azért, ugye a papáik azért... Na most egy régi sztori, hogy amikor a első zenekar, még gimi zenekar, ugye a harmadikban megalakult a nagy szünetben, a gimiben, a nagy szünetben, ez fontos, megkaptam a listát, hogy ezt kell tanulni. De minden is, akkor lett egy ilyen zenekar, és jártunk vidékre, és engem a fater sosem engedett el. Tehát, hogy mondom, hétvégén buli van. Szó se lehet, hogy itthon maradsz. És akkor úgy engedette nagy nehezen anyámnak az utolása, hogy eljöttek értem Kecskemétől Alpárra, már ott volt a kocsi, és akkor már kénytelen volt. És ez egy nem egyszer-kétszer fordult el, de még az eléves, utána ugye már 18 éves kor után már nem. Persze. Utána csak elengedett, bár nehezen. Ilyen szempontból a zenés családban származó leendő zenészek azért szerencsésebbek, azt ki kell jelenteni. Igen. Beszélgessünk egy nagyon picit azért a gitárokról is, hogyha már ez egy gitáros műsor, akármelyikőtök kezdhet, hogy ő mióta van meg? Ez egy labgitár. Így hívták régen. Igen. Na, a korál név egyébként többszörösen az életemben úgy visszatalál, mert ugye korál volt a nagybátyám zenekara, és ezt a korálnak a gitárosát a Fischer Lacitól vettem 80-ban, mert akkor az volt, hogy nekem előtte egy Fender telém volt egyébként, amit ugye el kellett nekem adnom. 24 ezer forintért vettem azt a telét, és buktam rajta a 4000-et, mert csak nem tudom, 12.900 vettél be. És ez meg 35 volt. Kicsit mutatod, hát kicsit, így a kamerába. Kicsit ki kellett egyébként pótolni az állat, és akkor a Fischer Laci akkor hozta ezt a frankfurti kiállításról. Oh, yeah. És akkor ez egy ilyen diófa, tehát nem a mahagóni, hanem ez a Dö-SG széria, mert volt a Dö-Pol, akkor adták ki, hogy 79-78 körül, egy-két évig ment. És akkor ez úgy volt, hogy itt egy zebra pick-up volt benne a gyárlag, de már úgy vettem meg a Fischertől, hogy itt a Dimalciónak a Double Santa volt egy ilyen, vagy hogy hívták azt, az Super Distortion. Super Distortion volt benne, hogy erőteljesebben jár, és itt ugyanilyen pick-up volt ez a Dirty Finger, csak ez a régi, az eredeti tönkrement, mert elkezdett sípolni. Ezt játszottam szét, képzeljétek el, hogy a Dimalziót itt pengettem, és egyszerűen úgy kikandikált a tekercs. Nem volt már meg. Akkor ilyen bádok hangja lett neki, és akkor ki kellett cserélni. Ez most egy, ez egy Seymour Duncan pick-up benne, és ezt meg utána, amikor azt tönkre ment, vettem egy ugyanilyen Dirty Fingers pick-upet, ez a jó búgós. Hát nem annyira volt játszva, ez most volt már felújítva, figyelj, ez a gitár úgy nézett ki. És két éve lett csak centi gödrök itt a kezében fába. Tehát nem is a bundok kopták, a bundok is kopták, mert ugye a gitár most 43 éves, igen.
és akkor két év lett először bundoztatva. Az miért? Nem volt bundoztatva. És itt, ahol az ember ugye sűrűben játszik, itt az ébenfa, mert a nyak az, ugye a fogalap az ébenfa, itt ilyen nagy gödrök. De most is ott vannak benne. Igen, mert felcsiszolták, tehát nem tettek egy új lapot, hanem amit még tudtak felcsiszolni, és akkor olyan még volt, hogy picike még azért maradt a gödörből, tudod? De ne teljesen jó most már, úgyhogy... Jó. Igen, egy 9-es húrt használok. És hogyha beleteszed a videóban egy érdekes sztorim, hogy menjen az idő, hogy milyen pengetőt is használok én. Igen. Volt egy olyan korszakon, amikor egy pengetőm volt nem tudom hány évig, ilyen gömb háromszög szerint, és be volt a belseje nyomva, és ilyen... Ez stabi, ilyen, stabi vagy. Ilyen, stabi, nem. Ez egy ilyen gömb háromszög, ilyen nagy, de az volt ráébb, hogy United Artist. Uh-huh. És küzdöttek egyszer, tehát annyira csak azzal tudtam pengetni, gondoltam én magamról, hogy egyszer belejtettem a fotelnak itt a résébe otthon, és megőrültem. Egyszerűen szétszedtem a fotelt, tehát darabokra szedtem a fotelt, és nem lett meg a pengetőt. Egyszerűen eltűnt, érted? Annyit bejöttem, hogy egy ilyen baltám alatt. És akkor így próbáltam összetenni azért, aztán mi volt, hol volt a karta? Na, szóval, hogy ilyen dolog történt. De most már nem vagyok annyira érzékeny ezekre a dolgokra, hogyha bármivel csak... Volt ez a Jim Dunlop, az a picike, ami lejtettél, akkor el is tűnben átlátszó volt. Az is ment egy időt, most már ilyen normál, tehát ezzel ez a csepp alakú, úgyhogy nem. Csak az a lényeg, hogy ne legyen vastag, mert azt nem szeretem a strapengetre. Na. Te is egy brutális, különleges gitár. Igen, én igazából én mindig a telét viszem mindenhova, mert az a fő hangszer, meg a... De most azt ott hagytam egy backstage-ben. Ez pedig, igen, de most ezt hoztam otthonról, ez meg egy Gibson ES335-ös, ilyen custom shop dolog. Érdekes módon, hogy nagyon megszerettem ennek a hangját, a Gibson Les Paul-om is van, de azt hinné az ember, hogy ezeknek a nagy testű, üreges hangszereknek még inkább jazzibb, vagy hogy ilyen búgosabb, vastagabb hangja van, de nem, ez sokkal, sokkal több magassal, meg sokkal több középmagassal rendelkezik, mint ezek a nagy egyben mahagóni cuccok, úgyhogy én ezt teljesen megszerettem, értem, hogy ez a gitárt miért szeretik egy csomóan. Úgyhogy ennyi van, Bixby is, úgyhogy ez a te, de a Chuck Berry, tudod? Ahol minden elkezdődött, csak a Berry, tulajdonképpen. Igen. Úgyhogy ez egy ilyen klassz. Oké. Okay. Jó, oké, okay, semmi. Időközben itt izzítottuk a hangszereket is, de hát most nagyon kényelmesen elhelyezkedtetek, de ebben a műsorban ugye az az első kis feladat, hogy a gitárcsere megtörténjék. Ja, nem tudom, tehát nyilván ja, már... De utána visszaadod? Persze. Fogtátok egymás hangszerét. Hát igen, ismerem a hangszert. Hogy kéne vagy? És itt ez bonyolult, igen. Okay. Neked is volt már kezedbe ez a gitár? Volt, igen. Le van véve? Igen. Igen. Nem egy bőprincögés, nem egy bőprincögés. Emlékeket kérek, neked ehhez a gitárhoz van-e? Figyelj, nagyon sok, mert tényleg nem volt gitárom az elején, és akkor mindig a fater kölcsön adta a cuccot, tehát hogy... Volt neki egyébként. De később lett. Aztán lett, igen, de az elején nem volt, ugye ezt hittem el, tehát ez egy tök jó volt. És fater az mindig rendes volt, mert tényleg, tehát hogy adtad oda? Már én is értem egyébként. Egyébként. És hogy szóval ezen tök sokat játszottam. Aha. Egyébként ez így megvan. Ha csak szóval a 9-es úr, hát ez túl csak fogom nyújtani. Én 9-est, ő meg 10-es használ, és én a 10-esre nem nagyon szandügyileg tudunk abból szandot csinálni? Ja, ebből. Kényelmes egyébként. Kényelmes. Jó lesz. Nem volt ezzel kapcsolatban se ilyen segítség, vagy beszólni, mitől a fatár egy kis magasabb nekem, mert... Ja, igen, szandokban egyébként van a... Szandokán. Te egy kicsit jobban szereted a gént, nem? Én több, bár ennek a pedálnak, amit használok, ez a Zen Drive, ennek igazából nincs nagy... akkora gényen, mint mondjuk egy másfajtán. Jó, ez
Egyébként pont azt figyeltem, hogy játszottatok kicsit, hogy ugyanúgy tartjátok a pengetőt, tehát az nagyon nehéz. Én itt támasztok. Te is támasztok? És így ez a fölfelé görbülő, behajlítottak egy üveghoz. Igen, de még nem úgy, mint a Marty Friedman, tudod, az annyira nem, igen, igen. Fatel, az több furcsa hangot használ egyébként, én azt előre. Ja, nem oda való, ezek majd ki fogjuk fütyülni, tudod? Oké, gitár vissza, azért mégiscsak, amikor már rendes játszás van, akkor a megszokottal csináljátok. És hát itt most megint nem, az előző műsorban sem tudtam olyat mondani, hogy játszatok apaként és fiaként, de pontosan ez van, hogy játszatok apaként és fiaként, bármit, nem tudom, hogy néztetek össze, beszéltek. Fater mondott, hogy tegnap este 10-kor fölhívott, hogy tibe nem tudja valami kör, és ezt a harmónia kör, de nem néztem meg, hogy... Jó hangot játszál! Megasszonyja! Elégedett voltál a szólóval? Nem. Igen. Is figyeltél. Magamra figyeltem, hogy el lesz. Roncsa. Oké. És akkor most én kísérlem. Most te kísérsz, igen, és a Fater. Figyelj, akkor beállítok egy kicsit kevésbé. De figyelj, hogy játszom azt a C-s részt is? Nem fontos. Ki mi, hogy jó gitározzál. Nem volt ez olyan jó. Mondom, ki kell fütyülni majd azokat a hangokat, amik esetem. Gyerekek, elképesztő.
nem tudom, csinálik el a családi vállalkozást tovább, mert igyekszünk. Mert szerintem ennek hát ez nagyon, nagyon hangulatos. Meg, mert nem tudom, ez a plusz extra. Plusz, egyébként így direktben ritkán ülünk le egy ketten gitár, nem, az érdekes. Ráadásul így, hogy csak két gitár, így kamarában nem. De amúgy sem tudtunk nagyon lenni. Hát úgy sem. Dehogy. Hát itt volt az ideje. Innentünk ezzel most a majd lenni. Itt volt az ideje kipróbálni. Tibi és Tibi, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Remélem, jól éreztétek magad, hogy én baromira. Mi köszönjük a meghívást, meg hogy gondoltál főleg én rám. Hát óriási élmény volt találkozni veletek. Ne felejtsétek követni Tibit a YouTube-on. Bizony. Tibit meg... Meg az utcán. Különböző. Igen, ott nekem feltétlenül, semmi esetre sem. De majd minden link benne lesz a leírásban, az új gitáros vállalkozás, a YouTube csatorna, a nem tudom micsoda. Köszi szépen, hogyha ide is feliratkoztok, köszi szépen, hogyha tetszik eljöttek a videót, vagy ha támogattok a Patreon oldalon, vagy a Super Like gombbal, és hát kíváncsian várom a következő sanszot, még van 2 hónap. Elvileg, ha jól számolom, nem tudom már, amíg lesz szansz, úgyhogy mindenkinek a legnagyobb csőzetek. Köszönjük szépen! Hello! Fotó! Fotó! Nagyon-nagyon szépen köszönöm! Ugye azért én már köszönöm a lehetőséget! Én össze-vissza gitároztam! Dehogyis! Jó volt! Jó volt!